A karcagi nagykun református általános iskola is megtartotta ballagási ünnepségét. A ballagási istentisztelet nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkész ige hirdetésével kezdődött. Kedves ballagó diákjaink, amikor több mint 8 esztendeje először beléptetek az iskolánk kapuján, akkor még előkészítős óvodások voltatok, jöttetek a nagy épületbe, és félénken fogtátok szüleiteknek a kezét. Aztán félénken, majd egyre vagányokban elengedtétek a nagyok kezét. De amikor vége lett a foglalkozásoknak, és hirtelen minden felbojdult, újra csak szóltatok anyának, apának, a tesónak, hogy hát fogja már meg megint a kezeteket. Aztán szeptemberben elindult az a 8 év, aminek erősen a vége felé jártunk már most. Az elején még odaszaladtatok a tanító nénihez, a napközis nevelő nénihez, és versenyeztetek, hogy kinek a kezét fogja meg a tanítónéni. És bizony, a hinduk 10 karú istene, Durga istenő sem lett volna elég hozzá, hogy mindenkinek a kezét meg tudja fogni. Kicsivel később még alsósok voltatok, még az iskolába vezető úton fogtátok szüleitek, nagyszüleitek kezét, és amikor vonultatok sétálni, megnézni egy szép előadást, kéz a kézben láttalak titeket az osztálytársaitokkal. Azután történt valami. Hirtelen szégyen töltött el benneteket, mert anyának vagy egy osztálytársnak, ne adj Isten, a tanítótoknak meg kellett fognatok a kezét. És biztosan ezek a mondatok zajlottak le benneteket, hogy hát ez micsoda dolog, milyen megaláztatás. Nem vagyunk mi már kicsik, nem vagyunk mi kisbabák. Bennünket ne irányítson senki, ne bátyolhasson senki. Igen, látjuk és tudjuk, most már nagy, okos, minden is tudó nyolcadikos ifjak vagytok. Néhányatokhoz még egy kis szék sem állt, hogy felérjünk titeket. Pedig higgyétek el, kedves diákok, ballagó diákok, mi már tudjuk. Soha nem lesz olyan jó dolgotok, mint amikor nem kellett semmi másra figyelnetek, mint a szerető kéz szorítására, irányítására, védelmére. Mert az ifjúsággal jönnek még komoly döntések, nagy élet kihívások, amikor bizony jó lenne, ha valaki megfogná a kezünket, és azt mondaná, bízd rám magadat. De el kell fogadnunk, és ez így természetes, és büszkék is vagyunk rátok, hogy olyan nagyok lettetek, hogy erre már soha nem kerülhet sor. A három ballagó osztály tanulóit Takácsné Csikós Anikó igazgatóhelyettes mutatta be diákvetítésével. A hetedik évfolyamos tanulók Demjén Ferenc Honfoglalás című filmzenéjéből a Kell még egy szó című betétdallal köszönt el a ballagóktól. Fazekas Noémi, Házi Boglárka, Nagy Lara, Szabó Zsófia, szólót énekelt Szabó Stefánia. A ballagók is elköszöntek a fenntartó testülettől, az iskolavezetéstől, a pedagógusoktól és a diáktársaiktól. Arany János Domonkos napra vers részletét Bilizló Csenge adta elő. Pap Róbert Gabriel Faur Paváne című művét fuvolán adta elő, zongorán kísérte Koppány Mária templomi orgonista. Az iskola vezetés nevében Földvárin és Simon Ilona igazgató köszönt el a diákoktól és szüleiktől. Nagyon örülünk, hogy sikerült a hagyományos módon a ballagási
ünnepséget, ballagási ünnepi istentiszteletet megszervezni és megtartani, mind az iskolában, mind pedig a református nagy templomban. Én nagyon kiválóra értékelem, amikor a tanulók bennünket az iskolavezetést búcsúztatták, és bementünk a tanterembe. Minden osztályban elmondtam a valóságot, hogy nagyon büszkék vagyunk rátok, mert a tanulmányi munkában is megálltátok a helyeteket, mondtam így a diákoknak. Nagyon sok verseny eredményt hoztak az iskolának, szereztek maguknak, de ugyanakkor városunknak a hírnevét is öregbítették. És ezt el tudom mondani mind a három osztály esetében, el is mondtam a tanulóknak. Azt is elmondtam, hogy én ugyan nem hordok kalapot, de ha lenne, akkor megemelném a kalapot, és nagyon sajnálom, hogy elmennek, de ez a életútja. A református iskola nevelőtestülete egy dallal búcsúzott a nyolcadikosoktól. A nyolcadik évfolyamos osztályfőnökök nevében Birizlóné, Mészáros Anikó búcsúzott el a tanítványoktól, a ballagók pedig Koncz Zsuzsa dalával köszöntek el a szülőktől, hozzátartozóktól. Az iskola zászlójára szalagot kötött a ballagók nevében Pintek Renáta és Berecki Zsolt, Székely Éva énektanár orgonajátéka közben. A hagyomány az, hogy a hetedikesek ballagtatnak, de az ötödik, hatodik évfolyamosok is jönnek, nem csak a gyerekek, hanem a szülők. Tegnap például pénteken 9 óráig, este 9 óráig volt nyitva az iskola, 16 órától akkor úgy mondom, hogy 21 óráig, és ma is már hajnal 5 órakor. Itt volt a karbantartó, a takarítónő, és kinyitotta az iskolát, és jöttek a szülők, gyerekek, később a gyerekek. Nem csak a tantermet díszítették, hanem a templomot is. Ezután jutalmak átadása következett. Nagyon sok nívós versenyre beneveztünk, és nagyon sok eredmény született. Ezeket az eredményeket minden évben, ez már gyakorlat, hogy összegyűjtjük, tehát nyilván tartjuk, és a Talentum újságunkban szoktuk összegyűjteni, megjelentetni, és akkor a gyerekek ezt megkapják, és a szülők a tanévzáró ünnepségen. Alma Mater díjat vett át nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkésztől, a 8. A osztályból Berecki Zsolt, Birizló Csenge, Budai Zsanett Bettina, Csizi Zsuzsa, Kis Viktória, Kis Zalán, Monori István Vajk, Orosz Rita. A 8. B osztályból Csávás Nándor, Farkas Florence. A 8. C osztályból Fazekas Boglárka, Péntek Renáta és Pintér Kornél. A református iskoláért emlékplakettet Földváriné Simon Ilona igazgatótól. A 8. A osztályból Farkas Réka, Kelenoémi, Kun Gréta, Pintér Nóra, Sóti Gábor Ákos, Szarka Orsolya. A 8. B osztályból Horváth Levente, Pap Róbert, Szabó Fanni Réka, T. Szabó Ákos, Veres Mihály vette át. Kiváló sportolódíjat Bánhegyesi Lili, Erdei Gergő, Nagy Sándor, Tóth Julianna, Tóth Komlósi Csenge Kitti vehette át Orosz István testnevelőtől. A kiváló néptáncos díjat Pocók Zoltánnak Bíró Andrea, a Csillagrózsa Néptánc csoport művészeti vezetője adta át. Jutalomkönyvet vehetett át a 8. A osztályból Antal Ákos, Erdei Gergő, Fodor Zita Melinda, Földvári Petra, Hopka Tamás, Jancs Kárlilla, Szabó Márta Júlia, Szűcs Marcel, Túrterebesi Ábel, Vadai Roland György. A 8. B osztályból Balog András, Boruzs Lili, Erdei Jázmin, Kónya Csaba Zsolt, Kovács Vince Zétény, Pocók Zoltán, Rózsa Sándor György. A 8. C osztályból Galgovics Adél, Hajdú Viktória, Péter Dániel, Sándor Sára, Tardi Viktória Szintia, Tyukodi Marianna, Vince Leila. A jutalomkönyveket átadta Földváriné Simon Ilona igazgató. A fenntartó Karcagi Református Egyházközség 1 a gyülekezethez tartozó család adományából Péntek Renáta 8. C osztályos diák középiskolai tanulmányait 60 000 forint adománnyal támogatta. Az adományt nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkész adta át.